Tisztelettel köszöntsem főpolgármester helyettes asszonyt, a fesztivál partnerintézményeinek képviselőit, a kormányzat és a fővárosi önkormányzat megjelent képviselőit, és természetesen a sajtó munkatársait, és külön öröm számunkra az engedjék meg, hogy itt mondjam el, hogy ilyen szép számban megjelentek a kollégák. Köszönjük szépen! Az elhangzott produkció, amivel a mai sajtótájékoztatót kezdtünk, a Balázs János Liszt-díjas zongoraművész előadása volt, akinek ezúton is szeretnék, azt hiszem mindannyiunk nevében gratulálni, hiszen a napokban tüntették ki Liszt-díjjal. Liszt a Villa d'Este szökőkutyai című darabját játszotta el nekünk, és a művész úr a fesztivál egyik fellépője is lesz. Engedjék meg, hogy bemutassam önöknek a mai sajtótájékoztató résztvevőit. Szalai Bobrovnicki Alexandra, a Fővárosi Önkormányzat humán területért felelős főpolgármester helyettese tart majd nekünk beszédet a mai napon. Bán Teodóra, a Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ ügyvezetője, a Budapesti Tavaszi Fesztivál operatív testületének tagja. K.L. Csaba, a MÜPA vezérigazgatója, a Budapesti Tavaszi Fesztivál operatív testületének elnöke, és Horváth Gergely, a Magyar Turizmus ZRT turisztikáért felelős vezérigazgató helyettese, a Budapesti Tavaszi Fesztivál operatív testületének tagja. A meghívóban azt írtuk önöknek, hogy dr. Hoppá Péter kultúráért felelős államtitkár úr is velünk lesz a mai napon az Emberi Erőforrások Minisztériumának képviseletében. Ő sajnos egy hirtelen közbejött fontos ügy miatt nem tud itt lenni ma velünk, de azt hiszem, hogy a sajtótájékoztató jelenlévő előadói minden kérdésükre választ tudnak adni. De a kérdések előtt először hallgassuk meg a beszédeket, úgyhogy szeretném megkérni főpolgármester helyettes asszonyt, hogy tartsa meg a köszöntőjét. Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim, én is nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Budapesti Kulturális Szezon nagyívű kettő rendezvényének a sajtótájékoztatóján. A Budapesti Tavaszi Fesztivállal ugyanis megkezdődik a fesztiválok időszak a Budapesten, ami egész nyáron átívelve őszig megállás nélkül programokat fog kínálni a budapestieknek és a turistáknak egyaránt. A Tavaszi Fesztivál egy rendkívül jó példa arra, hogy a fővárosi intézmények milyen jól tudnak összehangoltan működni, hiszen a teljes kulturális palettán tudunk és tudnak az intézmények is közösen tartalmas programokat kínálni. Például új bemutatók várják az érdeklődőket direkt a fesztivál időpontjához igazítva, többek között a Kollégi Fészekben, a Madár Színházban, vagy éppen a Trafóban, hogy csak egy néhány példát említsek. Fontos kiemelni ugyanakkor azt, hogy a kormányzat és a főváros is milyen példásan működik együtt az utóbbi időben ennek a fesztiválnak a lebonyolításában. Bizonyára önök is tudják, hogy Magyarország kormánya szintén szívügyének tekinti ezt a rendezvényt, ahogy Budapest főváros önkormányzata is. Örömömre szolgál látni, hogy ezt a célt a két partner ilyen kiválóan tudta megvalósítani korábbiakban is, és nyilván, és bízom is benne, hogy ez a később évben és idén is folytatódni fog. A Budapesti Tavaszi Fesztivál alapítás óta Magyarország legnagyobb kulturális rendezvénye. A fesztivál idén is több mint két héten keresztül várja a kultúra iránt érdeklődőket, meg annyi érdekes programmal, a színházaktól a koncerteken át, egészen a kiállításokig, összművészeti programokat kínálva. Budapest kulturális nagyhatalom, és nem csak az országban, hanem a régióban és Európában is számolnak velünk. Ehhez mérten és ennek szellemében igyekszik Budapest főváros önkormányzata minden évben megrendezni a Tavaszi Fesztivált. Az ide látogató művészek és turisták véleménye és visszajelzései pedig megerősítik a városvezetésben is azt az elköteleződést a kultúra mellett, ami nélkül ez a rendezvény sorozat sem valósulhatna meg minden évben. Budapest értékei és hagyományai megkövetelik tőlünk, hogy a minőségi kultúrát támogassuk, és a Tavaszi Fesztivál minden egyes programját is ennek megfelelően alakítjuk a főváros részéről. A város rangját és kulturális gazdagságát pedig mi sem bizonyítja jobban, mint az a komoly verseny, ami egyébként minden évben a programban való bekerülését zajlik, jelezve azt, hogy egyébként ez milyen presztízs jelent a résztvevőknek is, és jelezve a főváros iránt és a kormány iránt a rendezvény népszerűségét is. Legalább ilyen fontos ugyanakkor a programot áttekintve az is, hogy felfedezünk benne olyan művészeket, akik a nemzetközi elismertségük ellenére itthon esetleg még kevésbé ismertek. Hagy ajánljam figyelmükbe például Farkas István kiállítását a Kiscelli Múzeumban. Hiszen Magyarországon sok olyan művészi életművel találkozunk, amelyekről relatív keveset tudunk, miközben egyébként jegyzett életművekről beszélünk ezekben az esetekben. A művészeti éra vezetőinek pedig feladata ezeknek a megismertetése, amelyből Budapest is igyekszik kivenni a maga részét. Szeretném
kiemelni azt, hogy a Bálna is megtelik élettel a idei Budapesti Tavaszi Fesztiválon. Ez is fontos szempont volt a városvezetésnek, hiszen a Bálna épülete az épített és a természeti környezet is arra vált, hogy megfelelő tartalmat vigyünk erre a helyszínre. Azt gondolom, hogy a Tavaszi Fesztivál programjának egy részét igyetlenül kiváló ötlet volt ezzel kapcsolatban, hiszen nagyon jól illeszkedik a Bálna profiába ez a fesztivál. Úgyhogy én biztatni tudok csak mindenkit, hogy nézze át a programot, válaszol magának kedvére, hiszen tényleg nagyon-nagyon színes és izgalmas és színvonalas programkínálattal rendelkezik idén is a Tavaszi Fesztivál, és remélem, hogy a programok valamelyikén majd találkozni is fogunk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a főpolgármester helyettes asszony szavait, és szeretném most megkérni a Művészetek Palotájának vezérigazgatóját, a Budapesti Tavaszi Fesztivál operatív testületének elnökét, Kája Csabát, hogy beszéljen a 2015-ös év programjairól. Tisztelt főpolgármester helyettes asszony! A fesztivál partnerintézmények képviselői, kedves rektor asszony, főigazgató, igazgató urak, hölgyek, tisztelt elnök úr, a kormányzat és a főváros önkormányzatától megjelent képviselőket is köszöntöm. És hát köszöntöm a jelenlevő művészeket, akik a Tavaszi Fesztiválon mutatkoznak be, jó sokan itt vannak közöttünk, mert örülöm a szolgál. Köszöntöm a munkatársainkat, a Budapesti Fesztiváli Turisztikai Központ, a Művészetek Palotája, és a Turizmus ZRT részéről, szép számmal vagyunk itt közösen.